Ciao, itt vagytok. Üdvözöllek titeket a Via Itáliában. Megérkeztünk a Via Italiára, ami egy utcány Olaszország, itt Budapest szívében. Facciamo. 18 évvel ezelőtt egy fiatal olasz gyereknek volt egy álma, az én vagyok. És ez meg tudtuk valósítani együtt, mikor egy étteremmel belevágtunk ebben a gyönyörű Arany János utcában. A magyar ember egyre kíváncsiabb volt, egyre jobban szerettünk volna megmutatni a saját énünket, hogy mi Olaszország, mik az eredeti termékek, mit gondoljuk tradicionális kultúrának. Sziasztok! Rosario Simeoli vagyok, Trattoria Pomodoro, konya fönök. Tipikus olasz konya csináljunk. Ez tipikus nápolyi étel, ez úgy hívják ravioli caprese. Itt is van picit innováció, mert én picit játszottam, csináltam egy basalikomos szivács, meg picit basalikom olajjal, és van egy friss paradicsom szósz, a törtelékes ricotta, a provolone del Monaco, parmesan és majorana. Egyszer csak szerettem volna egy újabb üzletet nyitni, ahol alapanyagokat szerettünk volna árulni, és ez meg is történt. A Gastronomia Pomodoro egy bisztró és delikát üzlet. Nézzünk valami finomat egy jó pizzához. Jó napot, sziasztok! Szia! Segítettünk. Szeretnék készíteni egy abszolút klasszikus pármai sonkás sajtos pizzát. Mit ajánlasz hozzá? Jó, szuper. Hát van mindenünk hozzá, úgyhogy tudsz kapni pármai sonkát is, meg szuper sajtot is, amit rá tudtok sütni. 2010-ben volt az, amikor felújítottuk úgy az utcát, egy kicsit nagyobb teraszokkal, nagyobb járdákkal, hogy még jobban tudjuk megmutatni, hogy az olaszok kint szeretnek lenni, kint az utcán, hogy legyen egyfajta, mondjuk azt, hogy kellemes zaj, emberi zaj, ahol a boldogság, a nevetés, egy kicsit a hangoskodás is összemosódik, és ezzel szerintem életet teli azt az utcát, ahol vagyunk. Kicsit úgy, mint Amerikában Little Italy, mondjuk így, ez a Via Italia így jött. Ez egy római nápolyi fúziós pizza, mert vékony a tésztája, viszont vastag a széle. Nálunk a pizza is lehet egy esemény, és egy esemény mellé pedig azt mondom, hogy meg lehet nyugodtan ünnepelni egy nagyon jó kis habzóborocskával, egy igazi pezsgővel, és hát abból is a legjavából, Lombardián belül igazából egy francia kortával. A Doc Vino Barban pedig 21 borvidék 150 bora közül választhatunk, közöttük azt is haza lehet vinni, amit az előbb vittem a pizzához. A Casa Pomodoro az utca legújabb tagja, céges főzéseket szervezhettek ide és workshopokon vehettek részt. Sziasztok! Itt vagyok, Alessandro Manna, Casa Pomodoro-nak a séfje. Ciao, buongiorno, sono Valentina Plante e sono la pasticcera del pomodoro. Music got the best in me. Ever since I was a child, now it's showing its ugly face. What can I do? Ez a Tropical nevű desszert kókusszal, marakujával, mangóval és egy kicsi lánykéjjal. Az igazi olasz arcot próbáltunk megmutatni Magyarországnak. Ha jönni akartok, itt egy kis hangulatos, kis szigetet, olasz szigetet talált. Ez nem Szicília, nem Szardínia,
ez egy magyarországi olasz kis sziget. Ciao!